Romániában a legnagyobb a csecsemő halandóság az Európai Unióban. Nem csak az egészségügy alulfinanszírozottsága jelent veszélyt, továbbra is magas a csecsemő elhagyás mértéke. Ez derül ki az elmúlt év adatainak összegzéséből. Ezen a térképen azon megyék vannak sárgával jelölve, amelyekben a csecsemő halandóság aránya magasabb az országos átlagnál. De az országos arány sem ad okot az örömre, ugyanis kétszer magasabb, mint az uniós átlag, mondja a Mentsétek meg a Gyermekeket Egyesület koordinátora. Agasztó ez a szám, főleg azért, mert a koraszülések egyharmada megelőzhető lenne megfelelő támogató programokkal a magzatok és az anyák számára de az is segítene, ha a szülészeteket korszerű orvosi eszközökkel szerelnék fel. A magzatot elveszítő szülők többsége bizonyára felfogni sem tudja, mi vehet rá valakit arra, hogy elhagyja gyermekét. a hajnal szerint többféle oka is lehet. Hát általában az anya ugye, vagy kiskorú, vagy nincs felkészülve a gyerekvárásra, megijed, bepánikol, legtöbbször nincs a ledi háttér sem, aki támogatná, vagy ne talán tárna a gyerek valamilyen no fogyatékkal, valamilyen gonddal születik. Korábbi adatok szerint akár tízezer gyermeket is elhagytak a szüleik egy év alatt Romániában, de ennek csak valamivel több mint tíz százalékát fogadják örökbe.